Polgármesteri köszöntő a végzős diákoknak, rengeteg virág fogyott anyák napján, drágulhat a tojás, ma megkezdődtek az érettségi vizsgák. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 3-án 18 óra 5 perckor. Karcag város polgármestere rendhagyó módon köszöntötte és biztató szavakkal szólt az érettségi előtt álló diákok felé. Kedves középiskolás végzős tanulók! Ez az év is különleges számotokra, hiszen a tanév igazából szinte el sem kezdődött, és már is véget ért. Hetek, hónapok teltek el úgy, hogy üres az iskola és üresek a tantermek, ti nem vagytok ott. A távoktatás, az új oktatási forma működik, de valójában most fog kiderülni, hogy milyen sikerrel. A képernyő előtti találkozások sosem fogják pótolni az osztályközösségek mindennapjait. A számítógép előtti kérdőívek kitöltésének izgalma játéknak tűnhet, ahhoz az izgalomhoz képest, amit a katedrán állva élhettek át szóbeli felelés közben. A sport és tanulmányi versenyek pedig örökre hiányozni fognak. Ahogyan azonban Herakleitosz megfogalmazta, minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni. A következő napokban a vizsgákkal teli időszak kihívásai elé néztek. Írásbeli és gyakorlati, majd néhányótoknak szóbeli vizsgák, utána pedig a felvételik időszaka. Nehéz volt tehát a felkészülési időszak, melyért köszönet a felkészítő pedagógusoknak, a szülőknek, hogy igazodva a helyzet okozta nehézségekhez, kihasználva a lehetőségeket, mindent megtettek azért, hogy felkészítsenek benneteket az előttetek álló vizsgákra, megmérettetésekre. A tudás a tiétek, éljetek vele. Ha jól sáfárkodtok vele, akkor könnyebben eligazodtok a világban. Kedves érettségiző diákok! Kívánok mindannyiótoknak sikeres vizsgákat! Kívánom, hogy teljesüljenek elképzeléseitek, vágyaitok. Legyetek sikeresek, boldogok, egészségesek. Vigyázzatok magatokra, egymásra, barátaitokra, szüleitekre, nagyszüleitekre. Számos virágkülönlegességek találhatók meg a karcagi virágboltokban. Mi az, amit idén kerestek, mi volt az idei trend, ennek jártunk utána. Szalai Zsuzsa mutatja stábunknak, idén mi volt a sláger. A vevőknek a igényeit már eddig ugye felmérve, a megrendelések alapján, az érdeklődésük alapján egyértelműen mutatkozik az, hogy van, aki az olcsóbbat keresi, és ugye, mert vissza a nagymamának, keresztanyúnak, a szülőnek természetesen, és annak megfelelően, tehát ugye vannak ilyen kis kedves beültetések. Igaz, hogy már jó előre elkezdtük a beültetések készítését, a különlegességekkel, kis manóházakban, meg aki a külső ajtóbani, tehát a külső beültetéseket, és már, már két héttel ezelőtt ugye már erre rákészültünk, és már most azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sok elkár belőle. Már az anyák napjára készülve. Tehát itt ugye keresik az orhide a különlegességeket, ami az asztal középre letehető inkább a kisebbeket, de mégis különleges formában termesztett orhideákat, üvegpuhárban elkészített kis mini orhideákat, ami ugyan kis kedvesség. Van, aki pedig az extra dolgokat igényli. Tehát ugye nyilván ennek is meg kell, hogy feleljünk. De mivel, hogy most a tavasz és a nyár kezdetén vagyunk, így a külső, tehát a kinti növények egyértelműen viszik a prímet, és tehát nem csak lakásdekorációként, hanem számos kültéri virággal külső díszítéseket is keresnek. A pandémia alatt eltérő volt a vevők vásárlási szokása. Ez is egy sokrétű, tehát ez egy nagyon tág fogalom, mert ugye itt a vevőknek a kialakult vásárlói igénye, a technika azért nagyban hozzá segít bennünket. Aki nem tud eljönni
kiválasztani, mert éppen külföldön tartózkodik, és az édesanyjának szeretne valamivel kedveskedni, azt ugye akkor kihasználja azt a lehetőséget, amit a bolt tud szolgálni feléje, hogy a csokorkiszállítás, címre kiszállítással kedveskedik édesanyjának. Van, aki bejön az üzletbe, szétnéz. Ugye nyilván most ez a üzletben való vásárlás ugye az arról szól, hogy most azért nagyban hozzá kell alkalmazkodnunk a mostani törvényben lévő szabályokban, hogy a másfél méteres távolságot ugye ugyanúgy meg kell, hogy tartsa a vevő. Tehát ugye itt nálam az max. Egy ilyen 5 főt tud takarni a jelenlegi helyzetben, és, de azért ezt igyekszik mindenki betartani. Na most van ez az internetes kiszolgálás, van a előre meglendelések, és amikor már, hogy minél kevesebb időt tudjon itt tölteni a vevő, így a megrendelésért szaladtsak benn. Az idén is eltérő volt az igény a fiatalabbak, a trendi virágköltészetet részesítették előnyben, az idősebbek pedig a klasszikus csokrokat keresték. A virágos szakma nagyban fejlődik, minden ága, tehát úgy a növények minősége, formája, a csomagolóanyagoknak a minősége, színválasztéka, maga az edények, a kerámia edények, tehát az is nagyon-nagyon sokat fejlődött. Egyre elegánsabbak, úgy színben, úgy formában. Vannak nagyon aranyos kis, ilyen kis tasakos szatyorkák, amiben lehet készíteni élővirágot, vagy cserepest is be lehet készíteni. És tehát nagyon-nagyon sok választék van, tehát most már. A karcagiak már anyák napja előtt megkezdték a felkészülést, mondja ez a helyi nő. Az édesanyámat közösen a testvéreimmel mindig virággal köszöntjük, illetve mivel az utóbbi időben már betegeskedik, ezért süteményt sütünk, és meglepjük valami kedvességgel. Tehát most is arra készülünk, hogy összejön a család, és akkor kint az udvaron bográcsozunk, és együtt felköszöntjük az édesanyámat. Ez biztos, hogy nagyon jól esik, ugye 3 gyermeke van, távol élünk egymásról, de ilyenkor mindig összejön a család, ennek ő nagyon-nagyon örül, és mindig beszélünk a régi időkről is, a régi emlékekről. Én szoktam anyukámnak rajzolni, veszünk virágot, és mindig mondok nekik verset. Kiket szoktál még megköszönteni anyák napja alkalmából? A mamámat, a keresztanyukámat és az iskolában is felszoktunk tépni. Györfi István őstermelővel beszélgettünk arról, hogyan állnak most a tojássárak. Változott-e az elmúlt időszakban az? Jelenlegi viszonyok között nem változtak az árak. Húsvét előtt volt egy fellendülés, amikor azt tapasztalták, hogy nagyobb a kereslet, de azt követően ez visszaesett. Húsvét előtt volt egy fellendülés, amikor azt tapasztaltuk, hogy nagyobb a kereslet, de azt követően ez visszaesett. Per pillanat 38-tól 46-ig tartanak az árak, ez a közepes és a nagyméretű. Igazából az elmúlt időszakot, ha nézzük, a takarmányárak azok nagyon megnövekedtek az elmúlt fél évben. Sajnos ez a tojás árakban nem realizálódott. Ezért mindenképpen szükséges lenne tojásár emelés, hogy az ágazat nem morzsolódjon le teljesen. Az árak emelése elkerülhetetlen. Én azt gondolom, hogy ez az év harmadik és negyed évében fog bekövetkezni. A nyári időszak az a tojás eladások szempontjából mindig visszaesik, főleg vidéki viszonylatban, a háztáji tartás következtében. És úgy gondolom, hogy egy ilyen bő 10%-os emelkedés mindenképp indokolt lenne. A termelők szerint a 70 forintos tojásár lenne az ideális. Sajnos azt kell mondanom, hogy semmi nem valósult meg, legalábbis a mi észrevételeink szerint. A vásárlóknak nincs több pénze, és nem tudják megfizetni azt az árat. Mi lenne egy reális ár, ami a nullszaldón egy kicsit többet jelenten önöknek, kérdeztük a karcagi termelőt. Én mindenképpen azt gondolom, hogy egy 5-10 forintos emelkedés legalább szükséges lenne ehhez a takarmányárakhoz képest, amik ugye 40-50%-kal is drágultak az elmúlt időszakban. A karcagiak piacnapokon elsősorban a jól bevált méretű tojást keresik.
A vásárlók legtöbbet inkább az L-es méretű tojást szeretik, mert az úgymond a régi nagymama receptek szerint van. A Tojásszövetség mezőgazdasági titkára szerint, ha életben akarnak maradni az állattenyésztésben dolgozók, akkor rövidebb és hosszabb távon is árat kell emelniük, mert az önköltséget ki kell termelniük. A takarmányos szakértők összehasonlítva 2020-as második félévi árakat a 2021-es várható második félévi árakkal 150-170%-os alapanyagáremelkedést prognosztizálnak. Ma reggel a magyar nyelv és irodalom, valamint magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgájával megkezdődött az idei tanév érettségi időszaka. A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell kitölteniük. A szövegértési feladatokra 60 perc, a szövegalkotási feladatok megoldására pedig 180 perc áll a rendelkezésükre. Várakozással teli reggelünk volt. Az intézményünk 8 óra időpontot kapott a tételek elhozatalára, tehát a járási hivataltól tudtuk fölvenni. 8 órára érkeztek a felügyelő kollégáink ide az intézménybe, hiszen ugye rettenetesen sok adminisztrációs feladat előzi meg az érettségi kezdetét. Fölvették a jegyzőkönyveket, a szükséges papírokat, borítékokat, utolsó elíjazítás megtörtént, majd elfoglalták a felügyelő termeket, ahova a gyerekek 2 percenkénti egyéni beléptetéssel érkeztek. Tehát elvileg nem találkoztak egymással, a folyosó felügyelők külön ügyeltek arra, hogy még az érettségi előtt ne beszéljenek, majd ugye a felügyelő tanárok várták a tantermekben, az ülésrendet meghatározták, és 9 órakor kezdetét vette a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyi vizsga. Semmi nem történt, semmi rendkívüli esemény nem történt. A gyerekek 10 tanteremben érettségiztek 2 épületben, külön a gimnazisták, külön a szakgimnazisták, éppen azért, hogy minél kevesebb találkozás történjen. Rendben, eddig rendben zajlott, reméljük ezután sem fog történni. Milyen óvintézkedéseket vezettek be? Kavalát hozhattak ebben? Az óvintézkedések ugye azok a jogszabályoknak, illetve az javaslatoknak megfelelően történt. Tehát egy teremben 10 tanulónál több nem tartózkodott, a felügyelő tanárok mindegyike maszkot viselt, a gyerekeket kértük, hogy az adminisztráció elején mindenképpen viseljenek maszkot. Belépéskor kézfertőtlenítés az viszont kötelező volt, és mi a virtuális térben egy érettségivel kapcsolatos tájékoztatót adtunk a gyerekeknek, amelyben fölhívtuk a figyelmüket a veszélyhelyzetre, vigyázzanak magukra, illetve megkértük, hogy kabalát és felesleges eszközöket ne hozzanak magukkal. A diákok először a szövegértési feladatokat oldják meg, és csak e feladatlapok beadása után kezdhetik meg a szövegalkotási feladatlap kitöltését. Szerintem könnyűek voltak, és remélem, hogy jól is fog sikerülni. Én a gyakorlati szövegalkotást választottam, és nekem ez volt a legkönnyebb a témában is, és remélem jól fog sikerülni. A második résznél pedig a novellelemzést választottam, és nekem is könnyebb volt, mint az összehasonlító verselemzés, és ez is remélem, hogy jól fog sikerülni. A szövegértési feladat szövege általában egy esszé, ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A feladatok megoldása általában a kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként megadott válasz variációk közötti döntés. A szövegértés az szerintem könnyebb volt, a szövegalkotás is, pedig az érvelés is, én az érvelést választottam, mert azt találtam könnyebbnek. Hát a második részben a novellát elemeztem, mert azt találtam könnyebbnek. Hát a verselemzés az nem volt annyira könnyű. A szövegalkotási feladatlap esetében a vizsgázó 3 eltérő típusú, műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választ egyet. A diákok által választott feladat megoldásának elvárható terjedelme 500-tól 1500 szó. A magyar nyelv és irodalom tárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 perces. Az írásbeli és nyelvi irodalmi műveltségi feladatsorból és 3 különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze.
A nyelvi irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik. A nyelvi és az irodalmi műveltséget vizsgáló kérdések aránya hozzávetőlegesen 40-60%. A három szövegalkotási feladat különböző témákról adott szempontú és műfajú önálló szövegalkotását írja elő. Az írásbeli feladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is lehetett helyesírási szótárt használni, ebből vizsgacsoportonként legalább 4 példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik. Az érettségi kedden a matematika írásbelikkel folytatódnak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!